Моя мама звали ее Тамара. Eltemettem az egész családomat, az anyámat, akit Tamarának hívtak, Natália húgomat, a bátyámat, Alexeit. A Donyecki házunk teljesen romokban van, ezért vagyok itt Kijevben. Óriási tragédia ez nekünk. Elsősorban a szülőknek, de egész Ukrajnának is. Nem számítottunk arra, hogy a saját testvéreink támadnak ránk. A földünkre, fegyverrel. Very much hot war in the east of Ukraine. Rendkívül forró háború zajlik Ukrajna keleti részén. A konfliktus nem fagyott be, mint ahogyan azt néhányan szeretik előadni. Rengeteg erkölcsi, érzelmi, emberi és gazdasági forrásunkat lefoglalja. Az élet rendkívül egyszerű. Minden ember szeretne haladni az életben, boldognak lenni. 1941 és 45 között a világháború idején is születtek gyerekek. Az ukránok nem ijednek meg a sarki eredetű hidegtől, ha arról van szó, hogy kormányt kell buktatni. Ez történt 2004 és 2005 telén, a narancsos forradalom idején. És újból az utcára vonultak az emberek 2013 és 2014 telén Kijevben, amikor Viktor Janukovics akkori elnök Moszkva nyomására úgy döntött, nem írja alá az Európai Unióval kötendő társulási szerződést. Ez volt az emberi méltóság forradalma. Kijev központjában a Függetlenség terén, vagy ahogy általában nevezik a Majdanon, százezrek követelték heteken át a közeledést az EU-hoz. A tér nevét a demonstrálók Euromajdanra keresztelték át, így akarták kifejezni azt, hogy nem Oroszország érdekszférájához, hanem az Európai Unióhoz szeretnének tartozni. Tüntetők között szinte példátlan összefogás és szolidaritás nyilvánult meg. Fiatalok és idősek, diákok és polgárok, veteránok és civilek, egyházi személyek és futballdrukkerek spontán módon szervezték meg az ellenállást és a saját ellátásukat. A Janukovics féle vezetés látván a népfelkelést, a vezér nélküli forradalmat, pánikba esett és erőszakhoz folyamodott. A karhatalom többször is megkísérelte felszámolni a tüntetéseket, orvlövészek lőttek bele a tömegbe. A vérengzésben több mint 100 ember halt meg, ártatlan civilek. A képeik a mai napig láthatók a Majdanon. Égi századnak nevezik őket. Az áldozatok között volt ennek az ukrán örmény származású Donyecki fiatalembernek az unokatestvére és a barátja is. Itt a Majdanon ölték meg az unokatestvéremet 2014-ben. Leonid Poljanszkijnak hívták. Az Euromajdan idején sok volt itt az orvlövész. Ők ölték meg. Nekem kellett eltemetnem. Haza sem tudtam vinni. Jelenleg folyik a nyomozás azok ellen, akik ezeket az embereket meggyilkolták. Őket már nem lehet visszahozni. Égi századnak nevezik őket. On był ubit samym snajperem.
Maga Janukovics akkori elnök küldte az orrlövészeket. Ők ölték meg az unokatestvéremet. Janukovics ma már Oroszországban él, amely hadba lépett a mi Ukrajnánk ellen. Eltemettem az egész családomat, az anyámat, akit Tamarának hívtak, Natália húgomat, a bátyámat, Alexejt. A Donyecki házunk teljesen romokban van, ezért vagyok itt Kijevben. Még ahhoz is segítség kellett, hogy el tudjam őket temetni. Önkéntesek adakoztak. Az is csoda, hogy most itt lehetek. Szergej Nigolyan, a barátom is itt halt meg. Ő volt az első, akit 14-ben megöltek az orrlövészek. Nigolyan is örmény volt. Nekem az anyám ukrán volt, Donyecki származású. Az apám örmény. Az ő apja az én apámmal együtt Csernobilban likvidátor volt, miután felrobbant az atomerőmű. Nagy adag sugárzást kaptak. A nyugdíjaskort sem élték meg. Borzalmas dolgok ezek, de a háború a legnagyobb borzalom. Bárcsak béke lenne a földön. Sokat imádkozom Istenhez, hogy az emberek hagyják abba a vérontást. Sok ártatlan vért kiontottak. Istennek nem tetszik az, hogy ilyen dolgok történnek. A vérengzés ellenére azonban a demonstrálók kitartottak az Euromajdanon. Így vagy úgy, több millió ukrán járult hozzá valamivel a tüntetésekhez. Az orosz vezetés viszont nem nézte ölbetett kézzel, hogy Ukrajna nyugat felé veszi az irányt. Moszkvában ugyanis a forradalmat orosz ellenes fasiszta hatalomátvételként, illetve amerikai puccsként értékelték. Tizennégy tavaszán aztán felségjelzés nélküli orosz katonák jelentek meg a Krím félszigeten, amit az ukránok részéről értetlenség, sőt hitetlenség és bénultság fogadott. Oroszország hamarosan annektálta a szomszédos országhoz tartozó területet. A II. Világháború óta most először történt ilyen Európában. Moszkva itt nem állt meg. Kelet-Ukrajnában felszította a szeparatista indulatokat. A lázadók nyíltan hangoztatták, hogy céljuk elszakadni Ukrajnától. A szakadár területeken kikiáltották a Donyecki és a Luhanszki népköztársaságot. Ami korábban elképzelhetetlen volt, a bombázások, a rakétatámadások, a civilek halála, az néhány hét alatt mindennapossá vált az Európai Unió tőszomszédságában. Az ukrán hadsereg rombokban volt, ráadásul Janukovics utasítására az ország nyugati részére összpontosították a katonákat, mondván, hogy keletről nem fenyeget veszély. Csak az önkéntesek és a helyi lakosok lélek jelenlétén és elszántságán múlt, hogy az atomhatalom Oroszország által támogatott szeparatisták nem foglaltak el jóval nagyobb területeket a stratégiai fontosságú gáztranzit országban. Az ellenállás meglepte az oroszokat, a kitartásnak azonban nagy ára volt. Tamara Abolmaszova Kijevben siratja a fiát, aki a kelet-ukrajnai harcokban halt meg. Itt van a fiam. Ez az örmény pedig Oganyesz Petroszian. A fiammal együtt szolgált a Donyec medencében. Amikor az oroszok bejöttek 2014-ben, nagyon sok embert megöltek. Óriási tragédia ez nekünk, elsősorban a szülőknek, de egész Ukrajnának is. Nem számítottunk arra, hogy a saját testvéreink támadnak ránk, a földünkre, fegyverrel. Élnek rokonaink Oroszországban, korábban szorosak voltak a szálak, de most már senki nem tartja a kapcsolatot. Ők sem telefonálnak, mi sem hívjuk őket. Ezt azonban nem lehet megbocsátani.
Szeretetre szültük a gyerekeinket, békére és boldogságra, és nem azért, hogy a fotóik itt legyenek. Borzalmas dolog ez. A fiam 43 éves volt. Felcserként szolgált a hadseregben. Megmentette a sebesültek életét. Legrosszabb rémálmaimban sem gondoltam volna, hogy ez megtörténik velünk. Két diplomája is volt a fiamnak. Nagyon jól éltünk. Maradt utána egy kislány, 16 éves. Nagyon szerette az apját. A mai napig nem hiszi el, hogy elvesztette. Nagyon szoros volt a kapcsolat, apa és lánya között. Nem tudok ezzel megbékélni. Ukrajna keleti részén továbbra is heves harcok dúlnak, több millió ember menekült el az otthonából. Valentina azonban maradt Zajcevében. A házfalakon, a kerítéseken golyónyomok jelzik, hogy itt háború folyik. A várost 2014-ben foglalták el az orosz barát szeparatisták, de a következő évben az ukrán hadsereg visszaszerezte. A frontvonal viszont még mindig Zajceve közelében van. Semmi másra nem lenne szükségünk, csak békére. Az elmúlt 4 évben már eleget szenvedtünk. 5. éve tartanak a bombázások. A családok szétszakadtak. Ez a legfájdalmasabb az egészben. A gyerekeim, az unokáim, a dédunokáim elmentek. Senkivel nem tudok találkozni. A környéken feliratok figyelmeztetnek az akna veszélyre. Kelet-Ukrajna ugyanis ma már a világon az egyik leginkább aláaknázott terület. A katonák állásai a szétlőtt lakóházak között vannak. Figyeljük a lázadók viselkedését. Azt nézzük, hogy támadnak-e, vagy pedig tart a tűzszünet. Szerintem a harc folytatódni fog. Valószínű, hogy a helyzet eszkalálódik, mert rengeteg haditechnika jött mostanában a lázadókhoz. Éjjel állandóan halljuk a páncélozott járművek érkezését, tankjaik is vannak. Szerintem terveznek valamit, de nem tudjuk, mi lesz. Mi készen állunk a fogadásukra, tisztességgel visszaverjük majd őket. Donyeck városában egyértelmű, hogy jelenleg ki az út. Az 5. legnagyobb ukrán település fölött 2014 tavaszán vették át a szakadárok az uralmat. Akkoriban Ukrajna szerte eltávolították a Lenin szobrokat. Itt viszont a bolsevik forradalom atyának még mindig áll az emlékműve a városközpontban. A közelben óriás plakátok hirdetik, egy hazánk van, Oroszország. Az emberek persze itt is békét akarnak. Mire? Nagyon várom a békét, hogy mi hamarabb vége legyen a háborúnak. A békére azonban egyelőre várni kell. Az ukrán kormány szerint nagyon is forró a helyzet az ország keleti részén. Az egyik legfontosabb célunk, hogy átalakítsuk a biztonsági és védelmi szektort. Mindezt úgy, hogy rendkívül forró háború zajlik Ukrajna keleti részén. A konfliktus nem fagyott be, mint ahogyan azt néhányan szeretik előadni. Rengeteg erkölcsi, érzelmi, emberi és gazdasági forrásunkat lefoglalja. Évente a GDP 5%-át védelmi, illetve biztonsági célokra költjük. Sokba kerül a belső menekültek ellátása is. Több mint 1.600.000 ember menekült el keletről a konfliktus miatt az ország másik részeibe, akik nem akarnak külföldre menni. Április végén Ukrajna úgy döntött, hogy az évek óta tartó úgynevezett terrorellenes műveletet katonai hadművelet váltja fel. Ще раз хочу повернутися до основної мети
Ezt a stratégiai műveletet az ukrán hadsereg vezérkara irányítja, de a hadsereg mellett részt vesz benne a rendőrség, a Nemzeti Gárda és a határőrség is. A fő cél, hogy helyreállítsuk Ukrajna szuverenitását a Luhanszki és a Donyecki területeken, és felszabadítsuk ezeket az orosz agresszió alól. A helyzet az első naptól mostanáig rendkívül nehéz. A frontvonal teljes hosszában jelenleg is intenzív harcok folynak. Oroszország tagadja, hogy közel lenne a kelet-ukrajnai konfliktushoz. Moszkva legfeljebb annyit ismer el, hogy szabadságon lévő orosz katonák harcolhatnak a Donyecki medencében. Az ukrán hadsereg viszont azt állítja, ez a nemrég az oroszoktól zsákmányolt egyenruha is bizonyítja, hogy orosz katonák is részt vesznek a háborúban. A tartalék egyenruha az orosz szabványnak megfelelően készült, felségjelzés azonban nincsen rajta. A dobozban pedig egy katona egynapi ellátmánya található. Ezen is orosz feliratok hirdetik, hogy Rosztovban, vagyis orosz területen gyártották. Szlavjanszk városán a harcok súlyos sebeket ejtettek. A 100 000 lakosú, iparosodott, viszonylag gazdag településen 2014 áprilisában, a forradalom utáni időkben állarcos egyenruhás kalasnyikovokkal felszerelt férfiak elfoglalták az önkormányzat, a rendőrség és a biztonsági szolgálat épületét. Szemtanúk szerint a lázadóknál orosz fegyverek voltak, és a Krímet megszálló katonákra emlékeztettek. A vérengzéseknek sokan áldozatául estek. Az ukrán hadsereg július 5-én szabadította fel a várost. Széverszkben is súlyos volt a helyzet 2014-ben. Széverszknek megvannak a hősei. Még a Donyecki népköztársaság alatt a szeparatisták odajöttek a városi tanácsba, és azt mondták, hogy ha bárkinél ukrán jelképet találnak, azt helyben nagyon lövik. Hát náluk volt 68 ukrán zászló. A pincében rejtettük el őket, a sarokba dugtuk. Azok a nők, akik ezt végrehajtották, hősök, ők erről senkinek se beszélnek. A mi képviselőink nem is engedték, hogy a szeparatisták elfoglalják a városi tanács épületét. Amikor azok látták az ellenállást, ők se nagyon erőltették. A szeparatisták között is sokféle ember volt, különböző okokból kezdtek el harcolni. Voltak közöttük igazi lázítók, de sokan csak érdekből csatlakoztak hozzájuk. A fiatalok főleg, ők azt gondolták, ez igen, fegyvert adnak. Most megmutatjuk, hogy kell ezt csinálni. A háború azonban kegyetlen dolog. Ezeket a lakóházakat nemrég újították fel Mikolajivkában, Szlavjanszk közelében. Többet közülük a romjaiból kellett teljesen újjáépíteni. A harcok idején ugyanis lebombázták őket. A többségében idős lakók ideiglenes szállásokon húzták meg magukat, és csak nemrég költözhettek vissza. Amikor lerombolták az épületet, a lakosoknak csak a személyes irataik maradtak, semmi más. Nem volt hová menniük, egy szálon találtunk nekik helyet. Egész Ukrajnából kaptunk adományokat, magánszemélyek küldtek ruhákat, cipőket, de még élelmet is, krumplit, zöldséget, gyümölcsöket. Olyan időszak volt ez, hogy a halottakat is alig tudtuk eltemetni, a temetőt ugyanis állandóan bombázták. Az emberek áram, gáz és víz nélkül maradtak a harcok idején, igyekeztünk ellátni őket legalább vízzel. Nagy ballonokban hoztunk nekik vizet. Mikolajivka ezen részében a házak 60%-a károsodott. Ezt onnan tudjuk, hogy sokan az önkormányzathoz fordultak az elveszett személyi okmányaik pótlására. Nemzetközi segélyszervezetek is, például az ENSZ fejlesztési programja, támogatást nyújtottak, építőanyagot hoztak, vagy ablakot cseréltek, vagy éppen a tetőt. A terror elhárítási művelet idején elkezdték közvetlenül lőni ezt a lakóházat. 2014. július 3-án az alapjáig leégett. Ugyanilyen 8 lakásos épület volt, az eredeti tervek alapján építettük fel. A Donyeck megyei adminisztrációnak köszönhetően teljesen új ház épült. Hála Istennek senki nem halt meg innen, az eredeti lakosok 17 ember térnek ide-vissza. Ugyanolyan 2-3 szobás lakások vannak benne, csak most minden egy kicsit tágasabb lett. Minden lakásba vásároltunk új hűtőgépeket és gáztűzhelyeket, most pedig menjünk be, nézzék meg! Valóban beljebb kerülünk, megnézzük, ahogy az idős emberek birtokba veszik újjászületett otthonukat. Most már nem sírok. Eddig még csak mosolyogni sem tudtam, de most már nevetni is tudok. Nagyon hálás vagyok az önkormányzati munkatársaknak, mindenki nagyon aranyos, csak a nyugdíj kevés. 1900 hrivnya,
Pedig 35 évig dolgoztam. Régen gépkezelő voltam, fűtőanyaggal, szénnel láttam el a Szlavjanszki hőerőművet. Nehéz munkám volt, az egészségem ezt megsénylette. Egy munkásszálon laktunk eddig, rendkívül nehéz időszak volt ez az életemben. A hőerőműhöz tartozik a szállás. Én magam fizettem a szállásért, bár kaptam támogatást. Очень красиво. Замечаний у нас к ним нету. Nagyon szép itt minden, nem lehetett szavunk se. Én a bombázások alatt megsérültem, leestem a lépcsőn, kiestek elől a fogaim, és a hallásom pedig 73%-ban károsodott. Nagyon rosszul hallok. Először egy pajtában húztuk meg magunkat, aztán egy pincében, majd egy kórteremben. Jelenleg lakást bérlünk. Természetesen szerény körülmények között vagyunk, de hát el kell viselni. Mi vagyunk a legidősebbek ebben a házban, és én vagyok a legrégebbi lakos is. 1958 óta lakom itt. Ebben a házban született a fiam. Itt minden leégett, teljesen lebombázták a lakásunkat, csak az maradt meg, ami rajtunk volt. 2014. július 3-án 16 óra 5 perckor kezdődött a bombázás. Pontosan 19 órára pedig a házat teljesen lerombolták. 8 család itt maradt, semmi nélkül. Már csaknem 4 éve tart ez a gyötrelem. Szomorúság ez és szenvedés. A feleségemmel fogunk itt lakni, ő 81 éves, én pedig 80. Én egy évvel fiatalabb vagyok. A kelet-ukrajnai területek lakosai a háborús viszonyok ellenére igyekeznek a megszokott mederbe terelni az életüket. Ezek az önkormányzati alkalmazottak az ország másik végében vettek részt továbbképzésen. Ukrajnában közigazgatási reformok zajlanak. A kormány szeretné a döntéseket és a pénzt közelebb vinni azokhoz, akiket igazán érint, a helyi lakosokhoz. Én az önkormányzati fejlesztési központban dolgozom. Most éppen hazafelé tartunk. 3 napos tanulmányúton vettünk részt. Azt néztük meg Luck városában, hogyan jönnek létre az egyesült területi közösségek. Azóta egyfolytában úton vagyunk. Egész Ukrajnát átszeltük. Ahogy mondani szokták, kelet és nyugat együtt van. Mindenhol ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, de ők már egy lépéssel előttünk járnak, mert egyesültek. Ők már feszegetik az izmaikat. Hogyan változott meg az élet a konfliktus következtében? Tudja, az ember mindenhez hozzászokik. Hozzá tudtak szokni? Igen, most az emberek gondterheltek, mert új kör kezdődik. Véget ért a terrorellenes akció, elkezdődött a hadsereg hadművelete. Egyre gyakrabban lőnek, emiatt van egy kis izgalom. Egyébként az élet rendkívül egyszerű. Minden ember szeretne élni, boldognak lenni, élvezni az életet. Emiatt van az, hogy még 1941 és 45 között a háború idején is születtek gyerekek. Általában véve persze nagyon megváltozott az életünk. Nemrég jártam Németországban és Dániában. Azt mondtam magamnak, nekünk kell megvalósítani saját magunk számára az Európai Uniót, addig nem is tudunk csatlakozni. Nekünk kell ugyanazokat a szabályokat alkalmazni, azt a rendet megvalósítani, és akkor minden rendben lesz. Látjuk, hogy ők mitől élnek jól, mi pedig itt igyekszünk ugyanazt megvalósítani. A legkisebb falu közössége is törekszik a boldogabb életre. Nálunk is arra van szükség, hogy boldog tyúkok boldog tojásokat toljanak. Egy faluban dolgozom, ami 3 kilométerre van Konstantinovka városától. A pénzügyekért felelős helyettes vezetőként dolgozom. 2017-ben jött létre az Egyesült Területi Közösség, ami sikeresen működik immár másfél éve. Konstantinovkában nem volt semmilyen harci cselekmény, ezért az életünk kiegyensúlyozott maradt, már ami személyesen engem és a gyerekeimet illeti. Ami viszont a várost illeti, mi vagyunk az utolsó település a frontvonal előtt. A közelben katonák állomásoznak, hallani szoktuk a lövöldözést, más egyéb baj nincs. Hála Istennek az irányunkban emlőnek. Ilyesmi még nem fordult elő.
Nem vagyok híve semmiféle katonai tömnek, a NATO csatlakozás sem támogatom. Az viszont rendkívül hasznos, hogy Ukrajna az EU tagja akar lenni. Ahhoz azonban, hogy a tagjai lehessünk az EU-nak, már korán el kell kezdeni a gyerekek nevelését. Arra például, hogy milyen legyen a hozzáállásuk a szűkebb pátriájukhoz. Meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy tartsák tisztán a saját településüket. Ezt nem lehet elég korán kezdeni. A politikában és a közigazgatásban is változásokra van természetesen szükség. Ha ezeken a területeken eredményt tudunk elérni, akkor méltó tagjaivá válhatunk az EU-nak. Csak adja az Isten, hogy le tudjuk küzdeni gazdasági problémáinkat. A háború miatt ugyanis a mi térségünkben elmaradnak a befektetők, pedig nagyon fontosak lennének ahhoz, hogy legyen költségvetési bevétel. Ezért persze elég nehéz nekünk. Ukrajna nyugati részén viszont intenzív a fejlődés. Őket egyáltalán nem érintette a háború. Érintette viszont a gazdasági válság. Le kell győzni a válságot, és ki kell ebből jönnünk. Szlávok vagyunk végül is. А вы знаете, никто просто не верил, что это война. Tudja, senki sem hitte el, hogy háború van, lövedékek csapottak be, Grad rakéták. Sok jó ember elment tőlünk, féltették a gyerekeiket. Újabban azonban elkezdtek visszaszivárogni, mert beindultak a változások. A város beszerzett például új szemetes autókat, aminek örül a nép. Az ember azt gondolná, hogy ez nem nagy dolog, de mégis nagy öröm. Három falu társult velünk, gyönyörű helyen lakunk. A háború, ami persze borzalmas, sok mindenre megtanított bennünket. Legalább végre van igazi hadseregünk, olyan katonáink, akik képesek harcolni. Ráadásul megnyilvánult a közösségi érzés, több ezer ember vett élelmet, muníciót és vitték a katonáiknak. Ma már erre sincs szükség, mert az állam megtanulta, hogy ez az ő feladata, a katonák feladata pedig harcolni. Politikai megoldást kellene találni, a katonai megoldás nem vezet sehová, mivel rendkívül erős az orosz propaganda. Ön szerint hogyan lehetne véget vetni a háborúnak? Csak fokozatosan, tárgyalások útján. Természetesen kell, hogy legyenek hadi sikereink, még ha csak kisebbek is. A háború sok emberi sorsot megnyomorított. Sokan kénytelenek voltak elmenni Oroszországba, Európába, Lengyelországba, vagy éppen Ukrajna más részeibe. Vannak azonban olyanok is, akik itt maradtak, de olyanok is, akik visszajönnek a szétlőtt házukba. Másoknak meg erre sincs lehetőségük. Ezért mondom, hogy nem harcok ára, hanem tárgyalásos úton kell megoldani a konfliktust. Szerintem, ha a vezetők nagyon akarnak, meg tudnak egyezni. Az emberek már készen állnak erre, de ami történt, mint a testbefúrodott szilánkok, még évtizedekig éreztetik hatásukat. Sok időbe telik, mire túl leszünk rajtuk. A lelkisebbek sokáig megmaradnak, és még újak is keletkezhetnek. Ukrajna ugyanis még mindig nincs túl a válságon, a konfliktuson. Problémák a háború mellett is bőven vannak. Burjánzik a korrupció, az oligarchák befolyása, mintha megint erősödne, a reformok lassan haladnak. Az Európai Uniós és NATO tagság sem látszik egykönnyen elérhetőnek. Egy dolog azonban bizonyosnak tűnik. Ha az Euromajdan eredményeit a hatalom vagy az oligarchák veszélybe sodorják, az ukránok nem félnek majd kimenni az utcára tüntetni, a legnagyobb sarki hidegben sem.